Hogy témánál maradjunk a következőkben, ugyancsak a Kőrösi Csoma Sándor programról fogunk beszélni, de most egészen más szemszögből közelítjük meg ezt a témát. A következő beszélgető társunk az dr. Szilágyi Péter, helyettes államtitkár a Nemzetpolitikai Államtitkárságról. Kedves Péter, nem tudom, hall minket, köszöntöm itt a rádió hallgatók nevében. Igen, tökéletesen hallom önöket. Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, illetve akik online követik képernyőn nézőket. A Nemzetpolitika Államtitkárság, ha jól tudom, 10-valahány éve, nem mondok most pontos számot, mert hirtelen nem jut eszembe, indította el ezt a programot, amiről beszélgettünk az elmúlt fél órában is. Miért indította annak idején el az államtitkárság? Mi volt a célja vele? Valóban ez a program elég régen indult, 2013-ban pontosan, méghozzá 50 fővel. A program célja az volt, hogy miután az államtitkárság 2010-ben megkezdte a működését, egyrészt közelebb hozzuk a Kárpát-medencében élő magyarságot, és ennek kapcsán sokkal közelebb hozzuk a diaszpórában élő magyarságot, hiszen azért a Kárpát-medencei magyarsággal volt egy viszonylag aktív kapcsolat 2010 előtt is, de azt mondhatjuk, hogy a diaszpóra sokkal kevésbé volt megszólítva, és a program célja pont az volt, tapasztalva 2010 és 2013 között, hogy kellene egy olyan segítő kéz, amely helybe viszi a segítséget, és segítséget nyújt azon magyar közösségeknek, amelyek akár már több évtizede végzik áldásos tevékenységüket, vagy akár csak néhány éve, legyenek ezek akár hétvégiskolák, legyenek ezek akár cserkészetek, legyen ez egyházi terület, vagy éppen csak egy magyar közösség, egy magyar szervezet, amelyiknek el kell a segítség. Ezért indult el 2013-ban a program, akkor még viszonylag kis létszámmal 50 fővel, és ahogy miniszterelnök helyettes úr szokta mondani, valóban ez azóta a Nemzetpolitikai Államtitkárság egyik zászlós hajó programja, hiszen nagyon népszerű, és azóta már jóval többen vesznek részt ebben a programban, sőt elindult ennek a diaszpora programnak a kistestvér programja is mondhatjuk, így a Petőfi Sándor program, ami pedig a Kárpát-medencében élő magyar szorványt célozza meg. Magyar szorvány közösségekbe küldünk Petőfi Sándor programból ösztöndíjasokat, és a körösi program pedig továbbra is a diaszporának szól. A fiatalok már itt vannak ezek szerint 11 éve, itt csak most fejbe számolom, szerintem közel 1000 fiatal ment ki úgymond találkozni azzal a magyarsággal, aki úgy a mostani Magyarország határain kívül, illetve a diaszpórában él. Ez valamennyit jelente az otthoni emberek megítélésében? Másképp kezdenek-e beszélni már a diaszpórai magyarokról, illetve a Kárpát-medencei magyarokról? Milyen változás történt otthon éppen ez a program miatt? Valóban mondhatjuk azt, hogy körülbelül 1000 ösztöndíjas kelt útra az elmúlt években, évtizedben, több mint egy évtizedben. Ez a szám ez picit így kisebb, mert ugye egy ösztöndíjas többször is, vagy egy személy többször is élt az ösztöndíj lehetőségével. Ez a szám egy picivel kisebb, de valóban körülbelül 1000 darab ösztöndíjas szerződést kötöttünk meg az elmúlt 11 évben. Én azt gondolom, hogy ez a program is egy jó lehetőség arra, hogy ne csak mi segítsünk a nemzettársainknak határon túl, hanem ők is segítsék a magyarság, az anyaországot itthon, azzal, hogy olyan információkat, olyan tapasztalatot adnak át az ösztöndíjasoknak, akik itthon ezeket az információkat tovább tudják adni az anyaországban, és el tudják mesélni azokat a történeteket, amelyek jó példák itt az itteni magyarság számára is, és megerősítenek bennünket abban, hogy igenis, noha nem vagyunk nagyon nagy számú nemzet, de mégis van egy 15 milliós magyarság itt a Kárpát-medencében és a világon, akik közös történelemmel, közös gyökerekkel rendelkezik, közös a kultúránk, a nyelvünk, és hogyha összefogunk, akkor összetartozunk, akkor sokkal nagyobb célokat tudunk elérni, mint ezeket külön-külön próbálnánk megvalósítani. Az elmúlt 14 év nemzetpolitikának is az egyik legnagyobb eredménye az, hogy valóban ez a nemzeti összetartozás és együttműködés már sokkal erősebb, mint 14 évvel ezelőtt, és nagyon sok szép eredményünk is van, legyen akár a Kárpát-medencében, vagy éppen a diaszpóra közösségekről szó. Ha a diaszpórából szeretnék egy példát hozni,
akkor az elmúlt évek szakmai együttműködésének köszönhetően egy olyan hétvégi iskolás hálózat alakult ki, amely korábban nem létezett, és egy olyan fajta információ áramlás indult meg a hétvégi magyar iskolák között, amely korábban nem létezett. Így tud egymásról az Ausztráliában működő hétvégi magyar iskola vezetője és pedagógusai, tudnak az USA-ban működő hétvégi iskolákról, és vannak fórumok is, ahol már ők tudnak találkozni, legyen ez akár mondjuk Magyarországon egy hétvégi magyar iskolás konferencia, egy továbbképzés, minden év első hónapjában szoktunk személyes jelenléttel megtartani, vagy éppen legyen az mondjuk az Amitnak a rendezvénye, ahová már az elmúlt években online módon is be tudtak csatlakozni a résztvevők, és a világ minden részéről meg tudták ezt tenni, míg korábban ez csak az amerikai közösségnek, észak-amerikai magyar közösségnek, vagy pedagógusoknak szólt. Én azt gondolom, hogy szépen lassan lépkedünk előre, és egyre erősebb ez a háló, amit szövünk a nemzetpolitikában a magyarság között. A beszélgetésünknek a fő célja az, hogy nem régen, kb. 2 hete a Nemzetpolitikai Államtitkárság kiírta újra a KCP programot, ugyanis az nagyon jó működik, nagyon jó visszajelzések jönnek vissza, gondolom, a szervezetektől, az ösztöndíjasok is úgy látják, hogy ez működik. Hogy néz ki ez a program az idén? Valamiben eltér-e a tavalyi évektől? Valóban 2 hete került hírásra, hirdette meg Potápi Árpád János államtitkár úr a programot, ami azt jelenti, hogy 2024 július 14-éig lehet jelentkezni, egy hónap áll rendelkezésre, hiszen 2024 június 15-én nyílt meg a pályázati felület, így 24 július 14-e éjfélig, magyar idő szerint, éjfélig lehet jelentkezni a körösiprogram.hu felületen, illetve a külhonimagyarok.hu felületen erre a programra. Alapvetően a programnak a célja, a fő paraméterei nem változtak. Továbbra is olyan személyek jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtásának időpontjában betöltötték a 18. életévüket, büntetlen előilletűek, magyar állampolgárok, legalább van középfokú iskolai végzettségük, és rendelkeznek angol nyelvtudással, és vagy a fogadó országnak a nyelvét valamennyire ismerik, és olyan tudással, mindezek mellett, ami a legfontosabb, amelyel segíteni tudják a külhoni magyar közösségeket. Ez lehet akár cserkész tevékenység, lehet akár hagyományőrzés, népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok területe. Lehet ez oktatói és nevelői munka, magyar nyelvoktatás, tananyagok összeállítása, gyermekfoglalkozások tartása, táboroztatás például, illetve jártas közösségi sport, média és kulturális tevékenység ellátásában, legyen ez valami kulturális szervezés, vagy rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, pályázatírás, vagy akár kommunikációs és média tevékenység, vagy kiadványszerkesztés is. Úgyhogy a célok azok ilyen szempontból változatlanok. Ami újdonság, hogy ugye egyszerre lett meghirdetve az északi féltekére országaiba, a diaszporában és a Petőfi Sándor program, ez a két program egyszerre került meghirdetésre, és még az előző évben 75 fő indítottunk a diaszporába, és 50-et a Petőfi Sándor programba. Most a program rugalmassá szerettük volna kicsit tenni a programot oly módon, hogy nézzük meg, hogy hová van több jelentkező, a körösi programba vagy a Petőfi Sándor programba, és hogyha nagyobb az igény a körösi programban, akkor oda több ösztöndíjas fogunk tudni kiküldeni. Az elmúlt évben 75 főt küldtünk ki az északi félteke országaiba, de hogyha nagyobb az igény, mint 75 fő, és a Petőfi programban kevesebb a jelentkező, akkor át tudjuk csoportosítani ezt a létszámot a körösi programba. Tehát a célunk az mindenféleképpen, hogy több ösztöndíjas küldjünk ki, mint a most lezáródó programba a 75 fő. Úgyhogy az ösztöndíjasok július 14-éig, vagy jelöltek július 14-éig jelentkezhetnek éjfélig, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanúgy a fogadó szervezeteknek is online jelentkezést kell végrehajtani. Ezt azért vezettük be az elmúlt években, hogy egyértelmű legyen, hogy milyen igényei vannak egy szervezetnek, milyen ösztöndíjat szeretne fogadni, milyen tudással rendelkezzen az az ösztöndíjas, és szeretnénk megtudni a szervezetek részéről azt is, hogy milyen
feladatokat szeretnének az ösztöndíjasnak adni a szeptemberben induló programszakaszba, hiszen az sem mindegy, hogy hová kerül az ösztöndíjas. A külföldi programszakasz 2024. szeptember 15-én fog indulni, 9 hónapig fog tartani, és 2025. június 15-éig fog tartani, így a 9 hónap, és a program az pedig 2025. június végén fog záródni. Ugye elhangzott az, hogy a korábbi ösztöndíjasunkkal volt most rádiós interjú, valóban a program az éppen a mai nappal záródik le, és július 15-éig kell hazaérkezniük, illetve lesz majd a zárókonferencia a következő két hétben, illetve ha jól tudom, július 10-valahányadikán tartjuk a zárókonferenciát a most befejeződő program szakasz számára. Úgyhogy a főbb ismérvek ezek. Én mindenkinek javaslom azt, mind ösztöndíjasnak, mind szervezetnek, hogy menjen fel a körösiprogram.hu oldalra, vagy a kürhonimagyarok.hu oldalra, onnan menjen el a jelentkezési felület részre, és tekintettel, hogy az online felületünk olyan, hogy egy jelentkezést nem lehet megszakítani és folytatni a adatoknak a bevitelét, mindenkit arra sarkalok, hogy töltse le a PDF minta kérdéssort, amivel lehet jelentkezni, azt nézze át, és ezt követően álljon neki az online jelentkezés kitöltésének, és így egyszerre ki tudja tölteni, és aztán be tudja adni. Ezek a rövid információk, a legfontosabb információk. Egy pár kérdés az évek során került el hozzám. Nagyon sok szervezettel találkozok, mivel elég sokat utazok, és ilyen kérdéseket tettek fel, hogy valaki jelentkezhet-e úgy, hogy nem tudja folytonosan segíteni, illetve folytonosan munkát adni az ösztöndíjasnak, csak részleges időre van, mely nagyobb eseményt szeretne szervezni, és akkor neki kell jelentkezni azért, hogy ő is kapjon ösztöndíjast, illetve például olyanok is kerestek meg, akik még idáig soha nem kaptak ösztöndíjast, hogy nekük egyáltalán van-e lehetőségük arra, hogy kapjanak ösztöndíjast, ha lehet, még részlegesen is. Lehet rész időszakra is ösztöndíjas kérni. Ugye az ösztöndíjasok hivatalosan 40 órát tevékenykednek egy héten, és ezt az információt kérjük is a szervezetek részéről, hogy tudja teljes munkaidőben foglalkoztatni az ösztöndíjast, vagy 20 órára kéri rész időszakra. Tehát van ilyenre is lehetőség, hogy egy ösztöndíjast megosztunk. Olyanra is van lehetőség, hogy esetlegesen egy ösztöndíjast úgy osztunk meg, hogy együttműködve két szervezet, úgy osztunk meg, hogy ha van egy olyan kiemelt rendezvény feladat, vagy néhány rendezvény, ami mondjuk egy adott időszakra szól, akkor egy ösztöndíjast az első 3-4 hónapban az egyik helyszínen tartunk, a következő 5-6 hónapban pedig másik helyszínen tartunk, de nyilván ehhez kell a két szervezetnek az együttműködése, illetve ezt már a jelentkezési felületen is ismertetni kell velünk, hogy ilyen esetben csak részösztöndíjasra szeretnénk pályázni, illetve, hogy van hajlandóságunk együttműködni más szervezettel. Újdonság ez a pályázati felületen a szervezetek részére, hogy ezt van lehetőség bejelölni elektronikus úton, hogyha nem teljes foglalkoztatású ösztöndíjat szeretnénk, hanem csak részlegesen, akkor ezt be tudjuk jelölni, illetve ha más szervezettel megosztanánk, akkor ezt is be lehet jelölni, és be is lehet írni, hogy kivel szeretnénk ezt a adott ösztöndíjas megosztani. Nyilván az a szerencsés, hogyha a másik szervezettől is egy olyan jelentkezés érkezik, hogy együttműködne, és azzal az eredeti szervezettel, akivel együtt gondolkodik, ugyanazt írják be, és akkor ebből már tudni fogjuk, hogy van egy együttműködési lehetőség egy személy esetében, és hogy milyen beosztást szeretnének. És azok az ösztöndíjasok is kaphat, bocsánat, azok a szervezetek is kaphatnak ösztöndíjas, akik eddig még nem pályáztak. Mi annak örülünk annak, hogyha új szervezetek tűnnek fel az államtitkárság látószögében, hiszen, vagy látókörében, hiszen noha már 14 éve végezzük a tevékenységünket, és azt gondolom, hogy majd minden közösségbe jutottunk, de azért vannak olyan szervezetek is, amelyeket még kevésbé ismerünk, hogy eddig még nem kerültek a mi szemünk elé. Például egy ilyen
eset is volt, hogy KCP és ösztöndíjasok az egyik városba nem volt néptáncos, mert sajnos néptáncos elég kevés van, ha jól értettem, hogy azok utazhatnak egyik városból a másikba, ez most nagyobb távolságra gondolok, nem két mondjuk New Brunswick és New Yorkra gondolok, ami nagyon közel van egymásra, hanem nagyobb távolságra. Természetesen, hogyha itt a helyi közösség is az extra költségeket állja, ez ilyen működhet-e a nemzetpolitikai államtitkárság részéről, hogy elfogadja ezeket a kéréseket? Minden további nélkül elfogadjuk ezeket a kéréseket, igényeket, amennyiben a két közösség, a két szervezet meg tud egyezni, és az ösztöndíjas ezt nyilván elfogadja, és ennek tudatában megy ki, semmi akadálya nincs ennek az együttműködésnek, vagy az ilyen megosztásnak. És az utazásnak sincsen. Mi az ösztöndíjasoktól mindig azt kérjük, hogyha a működési területükön kívül 100 kilométeres körzeten túl utaznak, akkor jelezzék ezt számunkra, de nyilván, hogyha ez már eleve a szerződést így kötjük, hogy mondjuk két szervezetnél tevékenykedik, amelyek viszonylag messzebb vannak egymástól, akkor ez a fajta utazás ez nem befolyásolja a mi ösztöndíjashoz való viszonyunkat, illetve az ösztöndíjas helyzetét. Nyugodtan utazhat. Régen a szerződésekben volt ilyen kitétel, hogy valaki hányszor jelentkezhet KCP ösztöndíjra. Most ezzel kapcsolatban vannak-e változások? Ez korábban mindig a program szabályzatban és a pályázati felhívásban volt. Nincsen ebben változás, nincsen most megkötés, hogy egy ösztöndíjas hányszor jelentkezhet. Mi azt látjuk, hogy egy-egy jelentkező kétszer-háromszor tölt 9-9-9 hónapot egy-egy közösségben. Ritka az olyan ösztöndíjas, aki háromnál többször is jelentkezik, de nem kötjük meg a kezüket, illetve nem tettünk bele az elmúlt időszakban ilyen korlátot. Mi azt tapasztaltuk, hogy a Covid-ot követően a programon egy picit változtatnunk kellett a létszámokon is, hiszen kevesebb igény érkezett akkor a szervezetek részéről is, hiszen azért sok szervezetnek nehézséget okozott a Covid, az azt követő időszak, és a jelentkezők száma is akkor egy picit változott, és a célunk az, hogy minél többen tudjanak jelentkezni ezzel a programra, és minél több segítséget tudjunk nyújtani, úgyhogy nem kötjük most meg jelen pillanatban a jelentkezésnél, hogy adott esetben csak kétszer vagy háromszor vett részt a programban az ösztöndíjas, de az élet azt mutatja, a gyakorlat azt mutatja, hogy ez maximum általában három szokott lenni. Program most egy icipicivel hamarabb volt kiírva, mint máskor szokott lenni, ennek mi nagyon örülünk, mert hamarabb megtudhatjuk azt, hogy kik jöhetnek ki a közösségekhez, és hamarabb mi is fel tudunk készülni a fogadásukra. Milyen program van felosztva, mikor kezdődik el pontosan az ösztöndíj, mikor számíthatnak a helyi közösségek, hogy ténylegesen kiérkeznek a fiatalok ide? Ugye július 14-ével zárul le a jelentkezés. Mi a személyes interjúkat a pályázókkal a Nemzetpolitikai Államtitkárság kollégái és jó magam 2024. július 15-től augusztus 15-ig tartjuk, tehát az az időtartam, az egy hónap, amíg a személyes interjúkat megtarthatjuk. Ezt követően történik meg az ösztöndíjasoknak az értékelése, a kiválogatása, a szervezetekkel való párbeszéd, illetve az összepárosítás, az igények, kereslet és a kínálat, mondhatjuk így. Majd ezt követően történik az ösztöndíjasoknak a kiértesítése, illetve az összekötése a jelölteknek a szervezetekkel, és augusztus végén, szeptember elején történik meg a felkészítése a Nemzetpolitikai Államtitkárság által az ösztöndíjasoknak, és a szerződés szerint 2024. szeptember 15-ére ki kell érkezniük az ösztöndíjasoknak, 14-ére ki kell érkezni az ösztöndíjasoknak, és szeptember 15-ével el kell kezdeni a munkát 9 hónapra. Valóban előbb írtuk ki a pályázatot. Mi is szeretnénk magunkat tartani az eredeti célokhoz, hogy szeptember elején, szeptember közepén legkésőbbi ki tudjuk küldeni az ösztöndíjasokat. Általában Észak-Amerikában egy dolog szokott nehézséget okozni az idő rövidsége miatt,
a vízumoknak a megszerzése. Ez egy régóta fennálló probléma, hiszen hogyha augusztus végén mi ki választjuk az ösztöndíjasokat, akkor viszonylag nehezebben szokott menni a nagyon rövid idő alatt a vízumoknak a megszerzése. Ezen dolgozunk, hogy most ez gyorsabban történjen, és reményeim szerint az Egyesült Államokba is meg fognak érkezni szeptember 14-ig az ösztöndíjasok, és szeptember 15-én fel fogják tudni venni a munkát. Bízom benne, hogy tényleg ez a program fog folytatódni tovább, és a közösségek tudnak gazdagodni ezeknek a fiataloknak, illetve nem biztos, hogy minden esetben fiatalokról van szó, az ösztöndíjasoknak a munkájával. Mi itt a Bocskai Rádiónál nagyon meg vagyunk elégedve velük, ha jól számoltam most fejbe, már 7 ösztöndíjasunk volt az elmúlt 8 évben, és ezért nagyon hálások vagyunk. A Nemzetpolitika Államtitkárságnak nem csak ez a KCP és Kürő, illetve Petőfi Sándor programja van. Most, mivel nyár van, rákérdezek a Rákóczi programra, hogy működik az, milyen az érdeklődés az idén iránta. Valóban a Nemzetpolitika Államtitkárság számos programot működtet a diaszpora magyarsága számára is, és a Kárpát-medencei magyarság számára is. Az egyik kiemelt programunk a Rákóczi Szövetséggel együttműködve a Rákóczi Diaszpóra Tábor. Ez is már jó néhány éve fut, és mondhatom azt, hogy az elmúlt évek átlagánál kicsit többen jelentkeztek a programra, 700 fő körül. Ugye erről azt kell tudni, erről a táborról, hogy tematikus, vagy erről a programról, hogy a Rákóczi Szövetség tematikus táborokat hirdet egy adott évre. Ha jól emlékszem, ebben az évben 11-et, és éppen most kezdődött el a Rákóczi Szövetségnek az első nagy nyári tábora, ahová diaszpórából is érkeznek. Ugye mi arra kértük a Rákóczi Szövetséget, hogy minden évben legalább 1000 fiatalnak adjon lehetőséget a diaszpórából. Ez a Covid előtt több mint 1000 fővel futott ez a program, Covid óta, és most az orosz-ukrán háború miatt egy picit kevesebben jelentkeztek az elmúlt időszakban. Sok szülő érdeklődik Amerikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, hogy ez a háború milyen hatással van Magyarországon. Nyilván ilyen jellegű hatása nincsen, tehát nyugodtan küldik a gyerkőcöket, de azért látjuk azt, hogy kevesebben küldik. De egy 700 fővel most is megy a diaszpóra program. A világ minden részéről érkeznek fiatalok, tematikus táborokban, vannak középiskolás táborok, vannak egyetemi táborok, van anyanyelvi tábor, és van a pedagógusoknak is külön tanártábor. Ide a diaszpórában, diaszpórából a hétvégi iskolákban oktató pedagógusokat is várjuk. Magának a programnak, a diaszpóra programnak a célja az, hogy közelebb hozzuk ezzel is a diaszpórában élő magyarokat az anyaországhoz, Kárpát-medencéhez, de legyen a programban egy budapesti kirándulás, egy táborozás Sátoraljaújhelyen, és legyen egy határon túli program, ez leginkább Rákóczihoz kötődően Kassa és Borsi környéke. A legfontosabb információ, hogy ez a program alapvetően költségek szempontjából úgy néz ki, hogy körülbelül 85-90%-át a programnak a Magyar Állam finanszírozza, a Rákóczi Szövetségen keresztül a szülőknek a gyerekek után utazási költségnek egy részét kell fedezni, ez régiónként változik, 25 és 75% közötti repülőjegy árakat, utazási költség árakat térít meg a Rákóczi Szövetség, úgyhogy minimális költséggel lehet a gyerkőcöket ide ebbe a táborba küldeni, és nem kell ragaszkodni a tábor záró és nyitó és záró időpontjához, attól eltérhet az itt tartózkodás, tehát meg lehet látogatni mondjuk a nagyszülőket is akár a költségek terhére. Szuper, gondolom a fiatalok nagyon örülnek, és nagyon kellemes emlékeket tudnak ilyenkor egy nyári magyarországi kirándulás alkalmával, és a legtöbb az, hogy még ismereteket, szóval a magyar nyelv és magyar kultúra ismeretek, azok sokat gazdagodnak ilyenkor. Így van, és így van, most hát még annyi kiegészítés, hogy a gyerekkőcöket nem kell félteni, mert 5 gyermek után jöhet egy kísérő is, úgyhogy a közösségben ismert személy, tanár, szülő jöhet 5 fő után egy csoporttal, hogy ő is ott lehet a táborban, és őt is szeretettel várjuk. Ez fantasztikus, mert akkor a gyerekeknek is nagyobb bizalma van, hogyha valakit ismernek már.
A másik program, illetve ez már egyenesen támogatás, pénzügyi támogatás a diaszpóra és a határokon kívül élő magyarok felé, a Bethlen Gábor alapnak a támogatása, ugyanami csak a Nemzetpolitika Államtitkárság alatt van, azoknak az eredményeit hirdették nem olyan rég. Hány szervezet tudott támogatáshoz jutni, illetve akik nem jutottak hozzá, mi volt a leggyakoribb probléma, miért nem tudtak támogatást kapni? Valóban az egyik legfontosabb segítségünk az anyagi támogatás a nyílt pályázatainkon keresztül, amely egyrészt szól a Kárpát-medencei magyarságnak, és szól a diaszpora magyarságának is. Valóban néhány hete hirdettünk eredményt a diaszpora magyarsága számára a nyílt pályázatban, illetve most a Kárpát-medencei magyarság számára. A diaszpora magyarság szervezetei között 500 millió forint került szétosztásra, maximum 5 millió forint értékben, pályázatonként, szervezetenként. Ez majd, ha jól tudom, több mint 200 pályázat lett sikeres a diaszporából, összességében körülbelül, ha jól tudom, 2000 körüli pályázat volt nyertes a diaszporában és a Kárpát-medencében, vagy egy kicsit több. De alapvetően azt mondhatom, hogy a legtöbb pályázat működésre, programszervezésre, fejlesztésre érkezett, és ez már egy jól bevált gyakorlat szerint történik. Minden évben nyílt pályázatot hirdetünk, van egy pályázati időszak, amelyben be kell nyújtani egy online felületen a jelentkezést, különböző kötelező elemekkel, és az államtitkárság ezt követően előválogatja, és ezt követően dönt a kollégium és a Bethlen Gábor alap felett működő, vagy irányítását végző bizottság. Az elmúlt időszak nagy tapasztalata az, hogy nagyon sok olyan szervezet, amelyik támogatást kap a Bethlen Gábor alapon keresztül, a pályázat benyújtás és az elnyert pályázatot követően sokáig nem finanszírozható, mert egyszerűen vannak korábbról maradt elszámolási problémái, és ezért ebben az esztendőben külön előírásként tettük bele a pályázati felhívásba, hogy csak annak a pályázónak lesz érvényes a pályázata, aki a pályázat benyújtásának pillanatában nincsen elmaradva semmilyen elszámolással, beszámolási kötelezettséggel, és ebben az esztendőben volt néhány ilyen szervezet, amely ennek okán kiesett a pályázók köréből, de én azt gondolom, hogy ez egyszeri eset, egyszeri történés volt, hiszen a következő esztendőben már minden szervezet, aki most kiesett, azok is figyelni fognak erre a problémára. És számunkra ez azért volt még nehéz, mert hogyha ilyen esetekben benragadt évvége felé forrás, akkor azt nem tudtuk már kifinanszírozni más szervezetek számára, úgyhogy ebből is azt szerettük volna elérni, hogy az a rendelkezésre álló keret, amely meghirdetésre került, az teljes mértékben kifinanszírozható legyen, úgyhogy ebben az évben ez volt a pályázatnak az újdonsága, illetve az, hogy nem a Kárpát-medencei pályázattal együtt hirdettük meg a diaszpórának, hogy az elmúlt években, hanem külön hirdettük meg a diaszpórának és külön a Kárpát-medencének, ahogy nagyon-nagyon régen is tettük, és most így a diaszpóra eredmények előbb jelentek meg, mint a Kárpát-medencei eredmények, és a diaszpóra egy előbb is fog a pénzéhez jutni, illetve a támogatáshoz jutni, amely ettől az évtől már egy könnyített formában, amellyel kapcsolatban ettől az évtől már könnyített formában kell majd elszámolni, úgyhogy ez is egy újdonság a pályázati kiírásnak, illetve a pályázatnak, hogy ebben a pályázati ciklusban már egy könnyített elszámolásra lesz lehetőség, erről a BG az ERT-nek a munkatársai fognak majd felvilágosítást adni, de az a fajta nagyon aprólékos, nagyon sok számlás, nagyon részletes információ benyújtására nem, ez már nem áll fenn, hanem egy sokkal könnyebb fajta elszámolás áll a rendelkezésre a szervezeteknek, úgyhogy ez is egy könnyebbség szerintem, hiszen azért nagyon nehéz nem csak az ottani jogszabályoknak megfelelni, hanem az anyaországiaknak is, hiszen ne felejtsük el azt, hogy ha egy szervezet mondjuk Ausztráliából vagy USA-ból pályázik, ettől függetlenül az ottani és a magyar jogszabályoknak is meg kell felelni,
a szervezet nyilván az ottani jogszabályok alapján működik, és nyilván, mivel mindegyik szervezet tud minden évben pályázni, ezért az ottani helybeni jogszabályokkal tisztában van és törvényszerűen működik, és nyilván, hogyha itt tud pályázni, akkor pedig itt is megfelel a jogszabályoknak, és itt is elszámol, és ezt követően pedig újra tud pályázni, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az ottani, az itteni jogszabályoknak is meg kell felelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a részleteket megtudhattuk, és bízunk benne, hogy tényleg akkor a szervezetek komolyan veszik az elszámolást is, nem csak azt, hogy kapjanak pénzt, hanem legyen valahol látható az, hogy mire költötték el, és mikor költötték el ezeket a pénzeket. Meg szeretnék mindenkit nyugtatni, minden jó szándékú és nem jó szándékú érdeklődőt, hogy a Bethlen Gábor alap döntései nyilvánosak. A Bethlen Gábor alapnak a döntései, minden döntése fenn van a ZRT-nek a honlapján, az nyomon követhető, és az én legjobb tudomásom szerint minden szervezet, amelyik támogatásban részesül, az rendben el is számol. Nyilván, ahogy elmondtam, csak akkor kaphat újra támogatást, vagy csak akkor pályázhat újra, úgyhogy ezek általában rendben vannak, és én azt látom, hogy minden szervezet a diaszporában működik, pályázik, tehát ez azt is jelenti, hogy az éves beszámolóit rendben leadja, helyben jogszabályok szerint működnek, úgyhogy senkinek nem kell aggódnia ilyen téren sem. A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak nagyon sok programja van. Még van-e valami olyan, ami főleg a diaszporával kapcsolatos? A többek között most láttam egy másik programnak a lezárását, ha jól emlékszem, az volt a neve, hogy Magyar Szemmel Fotópályázat, és itt is úgy láttam, hogy nagyon érdekes és szép eredmény született. Igen, többfajta programmal próbáljuk megszólítani a határon túli magyarságot. Egyik ilyen a tematikus éveink keretén belül a Magyar Szemmel című fotópályázat, amelyre több száz ezer pályázat is érkezett fényképpel, a legjobbakból kiállítás is nyílik, és sokan érkeznek, a sok pályázat érkezik a diaszpórából is, úgyhogy ezen nagyon hálásak vagyunk. És úgy összességében azt látom, hogy a diaszpóra rengeteg programba kapcsolódik be, ami a külhoni magyarságnak szól, legyen ez akár egy fotópályázat, vagy rajzpályázat gyerekeknek, vagy határtanul vetélkedő, úgyhogy ezek mind-mind szólnak a diaszpórának is, és hál' Istennek élnek is vele. Talán azt hadd mondjam még el, hogy ugye elindulnak a nyári táborok most az elkövetkezendő hetekben, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben is több nyári tábor indul el, és örömmel számoltok be arról, hogy például Tusványoson a Nemzetpolitikai Államtitkárság BGA sátrában, a Bethlen Gábor sátorban lesz külön diaszpóra szekció, lesz külön diaszpóra panelbeszélgetés, ahol a diaszpórából érkező vendégek részvételével tartunk beszélgetést, úgyhogy Ausztráliából, Nyugat-Európából, Észak-Amerikából, USA-ból, Kanadából is lesz résztvevő, úgyhogy ugyanúgy a nemzet része a diaszpóra magyarság is ilyen szempontból is, és örülök annak, hogy ők is részt tudnak venni a tusványosi nyári tábor panelbeszélgetésein. Hát ez egy fantasztikus dolog, hogy erről még nem is hallottam, de ez tényleg egy nagyon jó kezdeményezés. Kíváncsi vagyunk a sajtó megjelenésekre, már ami ezzel kapcsolatos, hogy lássuk, hogy milyen megbeszélések történnek. Tisztelt államtitkár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a vasárnap estéjét ránk szánta, és beszélhettünk a Kőrösi Csoma Sándor programról, meg a támogatásokról. Köszönjük szépen, hogy a magyar kormány figyel ránk, a határokon kívül élő magyarokra, és tényleg ezzel a támogatással is egy nemzet lehetünk, és együtt tudjuk vinni a magyar nép jövőjét. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, további sok sikert kívánok a rádiónak, és köszönöm a lehetőséget.